Több mint 10 jelentkeztek, végül 9 álltak zsűri elé az Anna Bált megelőző hagyományos prímás versenyen, ahol idén a magyar népzenéjé volt a főszerep. A versenyző zenészeknek az első napon egy kötelező, a második napon egy szabadon választott művet kellett előadni hegedűn, zenekari kísérettel. A fiatal muzsikusok mindegyike 7-8 éves korában kezdte a zenélést, mára valamennyien rutinos előadók. Budapestről jöttem, körülbelül 8 éves korom óta hegedülök, körülbelül 15 éve, most már lassan. Akkor egyből már népzenével kezdtem, ami elég nagy ritkaság, mert a társak, a versenyzők között is nagyon sokan vannak, akik klasszikus előtanulmányokkal rendelkeznek, és úgy tértek át a népzenére, én egyből ezzel indítottam. Kötelezőnek, hogy Nyírmadai Rózsa Ferenc és zenekarának a repertoárjából választottam hallgatócsárdást és friss csárdást. Hát én jónak éreztem, mert volt egy kis bonyodalom, közben lehangolódott a hegedű, ami hát ilyen nagyon meleg van, és ilyenkor az megesik. Sajnos történik ilyen. De ezen felül én abszolút jónak éreztem. Vajdasági Óbecséről érkeztem, Tisza mellett található ez a kisváros Szerbiában. Hát a magyar népzenével már gyerekkorom óta ismerkedek, foglalkozok vele, még bátyám indított el ezen az úton. Annyira nem volt idegen tőlem, mert családi szinten űzzük ezt a műfajt, hogy így mondjam, ami már életformává alakult át. És még egy vajdasági népzenei versenyre készített fel a testvérem, és azóta beleszerelmesedtem a magyar kultúrába, magyar népzenébe, és azóta így igyekszek minél jobban elsajátítani azt a kultúrát, hagyatékot, amit ránk hagytak őseink. A hegedű ez egy nagyon személyes hangszer, tehát hogy minden érzékeny rezdülést azt ki lehet hozni belőle, a legemberibb hangszer, én úgy gondolom. Úgy hiszem, hogy minden tőlem telhetőt igyekeztem kihozni a mai muzsikálásból. Szerintem jól sikerült. Én Salgó-Tarjánból érkeztem, igazából 7 éves korom óta hegedülök. Először klasszikus hegedűvel kezdtem, majd mivel a családban is van ennek hagyománya, népzenének, édesapám ő brácsás, ezért így adott volt, hogy a népi vonalon kezdek el zenei tanulmányokat folytatni. Jó magam is tanítom a népzenét, tehát Egerben tanítok több mint 15 növendéket, plusz még Felvidéken is, az elszakított területeken is oktatok két városba, és ez példa a fiataloknak. És a legfontosabb, hogy ennek közösségformáló ereje van. Szatmári, Nyírmadai Rózsa Ferenc repertoárjából hoztam egy kis ízelítőt. Úgy gondolom, ahogy így belülről éreztem, hogy sikerült azt elérnem, hogy élettel töltsem meg a zenét, és nekem ez a legfontosabb. Szóval szerintem jó sikerült. Majd kiderül, hogy a zsűri
hogy dönt. Én élveztem. Ez a lényeg. A prímásokat neves szakmai zsűri értékelte. Árendás Péter egyetemi adjunktus, Blaskó Csaba zenetanár, Lakatos Róbert a művészetek magisztere, Vizeli Balázs Kossuth díjas népzenész és Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, aki egyben a zsűri elnöke is volt. Ugye lehetett választani, hogy vagy Szatmár muzsikáját egy-két prímást kijelöltünk, akiket választhattak, vagy az erdélyi mezőségből választhattak, akár Magyar Palackáról, Visáról, Szovátról. És hát maga a lelki világa szerint döntött el mindenki, vagy mi is úgy nagyjából húztuk, na te ezt muzsikál, te azt muzsikál, tehát azért volt választási lehetőség a zsűrinek is. Azt hiszem, itt első körben mindenki nagyon szépen muzsikált. Azt nehéz, és azt próbálom én is nekik mindig valahogyan sugallni, hogy úgy muzsikáljanak itt, minthogyha egy 200 fős lakodalma muzsikálna. Tehát ezek ugye a lassukat kivéve táncdallamok, és a lassúban is van egy-kettő, ami már táncdallam, de tehát azt az érzetet kell kelteni, és a prímás attól prímás, hogy nem a koncertünk 22. számában valami ott történt, és túl vagyunk rajta, hanem kiállok, és az az 5 perc az, amivel a kenyeremet keresem, amivel legközelebb is valakinek kedve van, és elhív engem, tehát azt megmutatni, hogy igenis én mitől vagyok az az ember, aki méltó ide kiállni. A prímások valóban megmutatták ki az igazi zenész a színpadon, a szerda esti gálán valamennyien felléptek. A gyógytéren a közönség találkozhatott a Fölszállott a páva tehetségkutató résztvevőivel, a Pántlika tambura zenekarral és Szerencsés Martina énekessel is. A gálára már meghozta döntését a zsűri is, így a díjakat át tudták adni a legjobbaknak. A harmadik helyért járó 300 000 forintot Boda Gellért kapta. A második helyezett 500 000 forintját a Ráckevei Mihos Attila vihette haza. Az idei népzenei prímás verseny fődíját, az 1 000 000 forintot az Egerből érkezett Kovács Márton Bence érdemelte ki játékával. Emellett számos külön díjat is kaptak a zenészek. Az egyéni műsorszámok mellett az idei gálán sem maradt el az Annabáli prímás verseny résztvevőinek és díjazottjainak közös muzsikálása.